Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tehát akkor nem vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Tehát nem azt látjuk, hogy ilyen általános félelemkeltés van? Tehát sose volt ekkora félelemkeltés. Mit tudom én, volt olyan, hogy mikor én fiatal voltam, hogy hidegháborús félelemkeltés volt. De most egyszerre mindenféle félelemkeltés van, nem? Tehát most már nem is tudjuk, hányféle félelemkeltés van egyszerre. Tehát itt vannak a vírusokkal, van a klímával, van a háborúval, van az atomháborúval, akkor mi van még? Bogarak is vannak már? Ma azt is mondják, a bogarakat. Ja igen, szóval mindenféle félelemkeltés van, és ugye az ember úgy működik, hogy hát mondhatjuk azt, hogy háromféle ember van, aki ennek hatására mégse fél, ugye ez a ritkább, akkor vannak azok, akik félnek, meg vannak, akik már túlléptek a félelme lefele, ami azt jelenti, hogy már ilyen apátia szintbe süllyedtek, attól a szintől már nincs félelem. Tehát ami azt jelenti, hogy biztos, hogy sok olyan ember van, aki már ilyen apátiába zuhant ettől a sok félelemtől, és ugye azzal mi a baj? Na ott lehet csak igazán manipulálni valakit, ha valaki apátia szintbe süllyedt. Ugye a félelem még az egy aktív szint, itt gondoljátok a pánikra, gondoljatok. Tehát amikor az emberek pánikolnak, akkor milyen mozgásra képesek? Tehát ugye a félelem meg a pánik az gyakorlatilag szinte ugyanaz. És hát nyilván akkor is manipulálhatóak, de még kiszámíthatatlan cselekvésekre képesek. Az apátiában már csak olyan cselekvésre képes az ember, amire mondják, hogy na most állj arrébb, és akkor arrébb áll, na most ezt csináld, és akkor mit a gép. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egy élő gép, aki már a sok félelem miatt apátiába süllyed. Tehát szó szerint ilyen biorobot, tehát szó szerint biorobot, és akkor most termelik ki a biorobotokat a társadalomban. És hát aki ugye még nem biorobot, ugye fél, hát annál is ugye gond, mert mondom, a félelemben az ember kiszámíthatatlan cselekedeteket csinál, tehát saját maga számára is kiszámíthatatlan, a környezete számára is kiszámíthatatlan, de könnyű manipulálni a félelemben lévő embereket, és akkor van most egy kisebbség, ugye mondhatjuk még a talán a 20-30%-a a lakosságnak az, amelyik talán még nincs azon a félelem szinten, mint amit szeretnék, hogy legyen, de mindent elkövetnek, én azt látom, hogy az emberek féljenek, tehát szó szerint. Na most, ha egy kicsit is az ember elkezd félni, akkor a produktivitása, tehát az, hogy képes legyen produkálni pozitív dolgokat, az nagy mértékben lecsökken, és ugye minél több félelem van az ember életében jelen, ez a produktivitás nyilván annál negatívabb, tehát negatívabb és nem pozitív. Tehát egy elég érdekes világban élünk, és ha valaki most azt gondolja, hogy emögött nincsenek összeesküvés elméletek, akkor már nem tudom, mit lát. Tehát ami azt jelenti, hogy ha emögött nincsen valami, megbújva valami hatalmi érdekeltség, akkor én nem tudom, hogy az illetők mit látnak. Tehát ez ugye ez már nem elmélet, ez már összeesküvés gyakorlat. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy összeesküdtek az emberiség ellen a hatalomban lévő bizonyos körök. És eszközként használják föl ehhez az állami vezetőket. Szó szerint. Tehát az állami vezetők, nem ők vannak a hatalom csúcsán, ha azt gondolod, hogy az állami vezetők vannak a hatalom csúcsán, akkor nagy tévedésben élsz, az a
hatalom csúcsán a nagyon gazdag multimilliárdosok vannak, de abból is a családok. Tehát amikor hallasz olyan, hogy olyanokról, hogy kik a világ leggazdagabb emberei, akkor azok nem a világ leggazdagabb emberei. Oké? Azoknak a jó része még benne sincs a 300 leggazdagabb családban. Érted? Tehát mikor hallasz ilyeneket, hogy mit tudom én, Bill Gates vagy Elon Musk, hát ezek benne sincsenek a 300 leggazdagabb családban. Érted? Tehát családban. Tehát az, hogy egy egyén nevén mekkora vagyon van, az közel nem azonos azzal, hogy egy család nevén mekkora vagyon van. Érted? És ha itt megnéznénk, hogy kik a legmódosabb családok a világban, akkor azt látnánk, hogy az első, azt úgy hívják, hogy Rothschild család. Tehát a Rothschildoknak sokkal nagyobb a vagyonuk, mint azoknak, akiknek azt mondják, hogy a világ leggazdagabb emberei, mondjuk az első 10 világ leggazdagabb embere. Érted? Tehát az első 10-nek együtt nincs akkora vagyona, mint mondjuk a Rothschild családnak. Érted? Tehát ezáltal gondold végig, a Rothschildokról nem beszélnek, hogy ők ott vannak a világ leggazdagabb emberei között, mert kifejezetten nem mondják azt, hogy mit tudom én, Rothschild akár kicsoda, az a világ leggazdagabb embere. Nem. De ha megnézed, mint családot, akkor azt látod, hogy a világ legmódosabb családja, és ezáltal a világ legbefolyásosabb családja, az a Rothschild család. Utána vannak olyanok, hogy Rockefeller család. Érted? Ott sem látsz olyat, hogy mit tudom én, XY Rockefeller, mit tudom én, mondjuk az lenne a világ egyik leggazdagabb embere. Sőt, nem is látod, hogy benne van ott az első akármibe. Érted? Mert ott nem személyre szóló vagyonokról van szó, hanem családi vagyonokról. Tehát ott dinasztiákról beszélünk, ott jelentős mennyiségű emberről beszélünk, akik együtt működnek, mint család. És gyakorlatilag most gondold végig, amikor egy család képes arra, hogy mondjuk fölépítsen egy szuezi csatornát, nem most, hanem annak idején, érted? Egy család. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes szuezi csatorna csatorna építését megfinanszírozza egy család, amit úgy hívnak, hogy Rothschild család, azért gondold végig, az egy kicsit vagyonosabb, mint mondjuk egy Bill Gates vagy egy ilyen Elon Musk, érted? Tehát ami annyit jelent, hogy az ember, tehát ki van rakva a szintérre, ki vannak rakva emberek, mondhatjuk azokról, hogy hát ők azok a személyek, akik mit tudom én, mondjuk strómankodnak. Tehát most mondok példát, ott van mondjuk a Facebooknak a tulajdonosa, ki az? Zuckerberger. Na, Zuckerberger? Jól mondom? Vagy Zuckerberg. Zuckerberg. Nem Berger, csak Zuckerberg. Na most, hogy tudott a Facebook ugye olyan mértékű előretörésbe lendülni, mint amiben lendült? Hát úgy, hogy a Rockefellernek valami rokona. Érted? A Zuckerberg. A Rockefeller családdal rokonságban van. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy hát egy ember úgy magától vagyontalanul nem tud akkora pénzmennyiséget létrehozni, ami által egy akkora, mit tudom én, internetes birodalmat hoz létre, érted? Ez képtelenség, nincs ilyen, az hátulról meg kell támogatni. És mondok példát, mit tudom, itt Magyarországon volt egy olyan személy, aki ült a sitten, és akkor utána egyszer csak sportcsarnokban tartott előadásokat, érted? Na most egy sportcsarnoki előadás tartása, tehát nem azért ült a sitten, mert vagyonokat ellopott, most ne értsétek félre, hanem mert megérdemelte.
Szóval lényeg az, hogy vagyontalan személyként egyszer csak fogja és a sportcsarnokba avval kezd, hogy a sportcsarnokba tart előadást, mit tudom én, 8000 vagy 9000 vagy 10000 embernek, érted? Na most ugye nem képzeli senki azt, hogy, úgy fogja és, tart a sportcsarnokba, hogy van pénze. Hát azt valakik megtámogatták, azt az embert, mert jó dumája van, érted? És megtámogatták, hogy ő a sportcsarnokban tarthasson, ami mondjuk kerül, tételezzük fel, mondjuk 60 millió forintba, érted? Mondjuk az egész kampány, az a kampány, amit műveltek egy éven keresztül előtte, hogy ő a sportcsarnokban tarthasson előadást, az mondjuk úgy cúzán, mert minden együtt, alsó hangon, magával, a bérléssel, minden együtt, biztos, hogy benne volt 60 millió forintba, érted? Na most ezt valaki megtámogatta, érted? Csak hogy átlássátok, hogy a világ így működik, hogy amikor úgy előtörnek emberek a semmiből, azokat a háttérben megtámogatják, érted? Tehát azok egy sem függetlenek, azok valakik által befolyásoltak, ugyanúgy, mintha megnézed, mit tudom, a magyar miniszterelnök elnököt is megtámogatták annak idején, konkrétan a Soros György alapítvány támogatta meg. Annak idején azért sikerült ugye olyan politikai karriert befutnia, meg azért tudott gyakorlatilag Amerikában iskolába járni, a Soros Alapítvány iskolájába. Tehát csak hogy világosan lássa az ember, hogy a színfalak mögött ugye az irányítók, tehát most gondold végig, ez olyan, mintha te ülnél a nézőtéren, és ott játszanak a színészek. Érted? De azt, hogy mit játszanak a színészek, a rendezők, vagy a rendező fogja elmondani nekik, mert minden a rendezőtől függ, a színész az csak egy szerepet játszik. Utána a színész tapsolod meg, és a rendezőt azt se tudod, hogy ki az. Érted? Pedig maga az előadás, az nagyobb mértékben függött a rendezőtől, mint a színészektől. Nem tudom, világos-e. És ugyanez van a világban, hogy kiraknak embereket, ők eljátsszák a saját szerepüket, és a háttérben ott vannak a rendezők, érted? Akikről azt se tudod, hogy kicsoda, de az egész tőlük függ. És azok csak egy szereplők, akik ott kim vannak. Persze, a színészek is ezáltal, ha megnézed, jól keresnek, meg vannak fizetve, tehát az átlagnál jobban élnek. Érted? Ugyanígy a hatalomban lévő a kirakott emberek, akik a szerepet eljátszák, azok is jól keresnek, jó jövedelmet kapnak, érted? Támogatják őket, hogy ezt csinálják, ezt a szerepet. Világos? De akkor is azok az emberek irányítják az egészet, akik a háttérben vannak. Most gondold végig, egy színi előadást valaki megfinanszírozza, még csak nem is a rendező. Azt se tudod, ki az, hogy ki finanszírozta meg a színi előadást. A rendező is már csak egy alkalmazott, de az is háttérben van. Tehát ez pont így működik, hogy azok, akik rendezik, az előtérben lévő embereket, a hatalomban előtérben lévő embereket, tehát mondjuk a miniszterelnököket, a mit tudom, hatalomban lévő mit tudom, elnököket, azok ugye jóval gazdagabbak, mint a maga, a, mit tudom, ezek az emberek, de az igazi mozgatórugója azok a tulajdonosok. Érted? Tehát azok a tulajdonosok, akik még jobban a háttérben vannak, mint a rendezők, és a legnagyobb hasznot mindenből a tulajdonosok nyelik le. Érted? Tehát ugye, ha egy színi előadás egy színházban, vagy egy film egy színházban, az nem hoz kellő nyereséget, akkor ugye nem csinálják tovább, vagy menesztik a színészeket. Például ilyen volt a Steven Seagal. Le volt szerződve a mit tudom én melyik híres amerikai ugye filmgyártóval, és mivel nem hozta a filmje
azt a, ez nem most volt, még a 90-es években, nem hozta a filmje azt a bevételt, amit kellett, ha úgy elküldték, mint a franc, érted? Szó szerint elzavarták, és onnantól kezdve ő magán filmeket kezdett el gyártani, és először videón, majd később DVD-n kezdte el terjeszteni a saját maga által patronált filmeket, érted? Mert fogták és kirúgták a neves, ennek utána tudsz nézni, ha nem hiszed, le van írva a Steven Seagalnak a Wikipédiáján, tudod? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanez folyik mindenütt a világban, érted? A hatalom tekintetében is. Ha az a kormányfő vagy az az elnök nem úgy működik, akkor elérik nála, hogy kirúgják a francba, nem hoz annyi bevételt, érted? Amit szeretnék, meg nem azt csinálja, amit szeretnének, akkor kirúgják a francba. Tehát nyilván van egy mozgásterük ezeknek az embereknek, tolig meddig mozoghatnak. Ha azon túl mozognak, úgy elintézik őket, hogy csak úgy fütyülnek, érted? Tehát, hogy tisztában legyél a világ működésével, egy ilyen világban élünk, és ehhez asszisztálnak gyakorlatilag a lakosság. Mert a lakosság termeli meg nekik a jövedelmet. Világos ez? És elsősorban kik termelik meg nekik a jövedelmet? Nem a vállalkozók, nem a vállalkozások, hanem az alkalmazottak. És az alkalmazottak vannak a legnagyobb lélekszámban, és alapvetően ők termelik meg azt, hogy ez a hatalmi elit az így boldoguljon. Világos ez? Tehát ha valaki most ezután a három év után, ami most ebben az időszakban volt, még mindig azt gondolja, hogy nincs háttérhatalom, én nem tudom, az hol él. Fogalmam nincs. Mert ugye hány évtizedeken keresztül mondták, évtizeden keresztül, tehát hány évtizeden keresztül, már a 80-as években felvetődött a háttérhatalom, és mindig kinevették azokat, akik a háttérhatalomról beszéltek. Érted? Mindig. Tehát ugye eleve van 13 család, ami a hatalmi elit a bolygón. Utána van 300 család, amely a hatalmi elit a bolygón. Érted? És utána jön a többi. Tehát utána jönnek azok az emberek, akiket úgy hívnak, hogy Soros György, meg ilyenek. Érted? Tehát ezek mind családok, nem személyek, családok. Érted? Például a 300 családban van a volt amerikai elnök, hogy is hívják? A Clinton is egyébként, meg a Bush család is, így van. A Clinton család is, meg a Bush család is. Oké? De például a Kennedy család, képzeljétek el, az első 13 családban van. Hoppá. Na most az a jó az egészben, hogy se ez a 300 család, se ez a 13 család nem tudnak sosem megegyezni. Az első világháborút ők robbantották ki, az ő konfliktusukból robbant ki. A második világháború az ő konfliktusukból robbant ki. A hidegháború az ő konfliktusoknak köszönhető. A mostani ukrajnai orosz háború az ő konfliktusoknak köszönhető. Oké? Tehát még ez a szerencse, mert gondold végig, ha ezt nem csinálnák, akkor létre lehetne hozniuk egy világdiktatúrát. Az azt jelenti, hogy egy központi hatalommal lévő világdiktatúrát, ami annyit jelent, hogy ez a törekvés, csak hogy tisztában legyünk ezzel, csak sose fognak megegyezni. Tanulmányoztam azt, hogy szociopata, meg pszichopata. Nem tudom, hogy ennek utána néztetek-e, ugye mert tanuljuk mi azt, hogy kik az elnyomók. Az elnyomók az antiszociális személyek, és mint kiderült, mert én nem ismertem ezt a két fogalmat, hogy szociopata, meg pszichopata, úgy, hogy mi van e mögött. Magukat, a szót, azt természetesen hallottam, de az értelmét nem ismertem. És mondom, egy kicsit tanulmányozom. Képzeljétek el, a szociopata az az antiszociális személy.
A pszichopata nem. A szociopatára igaz azok az arányok, amiket én tanítok. Ugye nem itt, hanem alapvetően ugye a képzéseinken. A pszichopata, arra azt gondolnák az emberek, az a dühöngő őrült, érted, aki a filmekben szerepel, aki gyilkol meg stb. Közben képzeld, nem. A pszichopaták, azok képzeld el, ott, itt vannak az emberek között, érted? Mit tudom, hogy beállsz egy sorba a boltba, és akkor ott áll mögötted vagy előtted, érted? Tehát látszólag, tehát ők nem antiszociálisak, látszólag. Csak tudod, honnan tudod, hogy pszichopata egy ember? Hogy nincs benne olyan érzés, hogy például sajnálat. Nincs benne olyan érzés, hogy például bűntudat. Érted? Nincs benne olyan érzés, hogy mit tudom én, megbánjon valamit. Érted? Egyébként tele van pszichopatákkal a vállalatvezetések és az állami vezetések. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy látszatra úgy működnek, mint az emberek. Sőt, nagyon megnyerőek tudnak lenni. Sőt, nagyon manipulátorok. Tehát nagyon tudnak manipulálni, képzeld el. És majd nézz utána a neten, nyugodtan nézz utána, megtalálod, beütött, hogy pszichopata, beütött, hogy szociopata, és rátalálsz az ismerőseid között ilyen emberekre. Nem vicc. Csak nem tudtad, hogy ő pszichopata. Érted? Ami azt jelenti, hogy nincs benne például ugye az az érzés, hogy valakivel szemben valamit tett, akkor megbánja. Tehát egyszerűen nem azért, mert nem tudja, hogy rosszat tett, hanem nincs benne ez az érzés. Érted? Na most ráadásul azt is megnéztem, hogy a szociopata, az képzeld, onnan ered, hogy valakinek nagyon nehéz gyerekkora volt. Tehát a szociopata az antiszociális személy. Ugye ezt tanuljuk is, hogy a nehéz gyerekkornak köszönhetően maga a személy az elnyomóvá válik felnőttként, meg már gyerekként is természetesen. De képzeld el, a pszichopata az nem így működik. Tehát lehet, hogy tök jó gyerekkora volt. De ha megnézed az apját vagy az anyját, ugyanez. Tehát genetikailag öröklődik, képzeld el. Tehát vagy az anyja, vagy az apja szintén pszichopata. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs benne ezek az alapvető emberi érzések, hogy bűntudat, érted? Vagy nincs benne az az érzés, hogy megbánás, nincs benne sajnálat, nincs benne részvét, érted? Tehát nagyon jó, hogy eljátsza ezeket, de nincs bennük. És egyszerűen hihetetlen nagy az arányuk a társadalomban. És mint az is kiderült, képzeld el, hogyha utána nézel, hogy azért lettek ezek az emberek kifejlesztve a múltban, mert kell, mikor kevés volt az ember, akkor kellett ezek a tulajdonságok a túléléshez. Érted? Tehát az emberiség túléléséhez kellettek ezek a tulajdonságok annak idején. Érted? Tehát mikor még az ember, mit tudom én mondjuk, dárdával vadászott, vagy nyillal vadászott, és még alig volt ember a Földön, akkor kellett ez a tulajdonság. De már nem kell. És mégis ez a tulajdonság, képzeld, de végigment. Végigment. Tehát, mit tudom én, mondjuk megbánt téged egy pszichopata, érted? Megbánt, és akkor utána, tehát ezt tudja, hogy megbántott, mert azt csinálta, és akkor utána, mintha mi se történt volna, érted? Ugyanúgy mosolyog mondjuk a szemedbe.
Érted? És ugye van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy, ez a dolog, ez nem hangulatfüggő. A pszichopataság az nem hangulatfüggő. Tehát egész jó állapotú, látszólag egész jó állapotú emberek is tudnak ilyen tulajdonságokkal rendelkezni. Úgy látszólag egész jó állapotú. Tehát mit tudom én, ugye tanuljuk, hogy például egy, olyan ember, amelyik szemedbe mosolyog, de nem mer a szemedbe nézni, az rejtett ellenséges. Ugye ezt tanuljuk. Az egy viszonylag alacsony hangulati szint. De ő nem rejtett ellenséges szinten van, simán mosolyogva belenéz a szemedbe. Érted? A pszichopata. Tehát gyakorlatilag szerepeket játszik. Tehát képes arra, hogy eljátszon szerepeket. Tehát mivel genetikailag a szülei, vagy az valamelyik szülője, nagyszülője, dédszülője mindezt csinálta, ez a szerepjáték benne van a génjeiben. Világos ez? Na most ez csak azért, hogy világos legyen, hogy a vezetőknek a nagy része az ilyen ember. Érted? Ha nem hiszed, mondom, nézz utána a neten annak a kifejezésnek, hogy szociopata, ugye az a antiszociális személy, oké? És a pszichopata az meg micsoda, jó? És le is van az, akár az is írva, hogy mi a különbség a kettő közt, jó? Miért lenne ez fontos, hogy utána nézd? Csak azért, hogy tudd, hogy az emberek milyenek és kire hogyan számítasz. Tehát a szociopatákból vannak kevesebben, az a kevesebb. A pszichopatából nagyon sok van. És az ember azt gondolta volna, hogy a pszichopata az ilyen, tehát például nem őrjön. Nem őrjön. Tehát ritkán fordul elő, hogy őrjön. Az nem a pszichopata, az a szociopata. Érted? Tehát a pszichopaták azok megnyerők, kedvesek, barátságosak. Addig, míg az érdekük úgy kívánja. És utána, amikor már az érdeke ellentétes a tieddel, ha te egy kicsit is engedékeny ember vagy, akkor neked annyi. Érted? Tehát a társadalomban most fejlesztik ki azokat az egyéneket ezzel az egésszel, hogy te mindenbe engedékeny legyél, beleegyező. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy a pszichopatának a legjobb terület lesz az embereknek. Az emberek. Érted? Tehát a pszichopaták azok így könnyedén fogják uralni a társadalmat. Tehát még egyszer mondom, most fejlesztik ki ezekkel a félelmekkel azt, hogy az emberek ilyen elfogadók, nagyon túlzottan elfogadók, túlzottan egyetértők legyenek, érted? Tehát ilyen beleegyezők, és ez kiváló emberanyag a pszichopatáknak. Kiváló emberanyag. De nem kell ezeket elhinni, de nyugodtan utána tudsz olvasni. A pszichopatákról ugyanazt írják bármilyen, bárhol találod meg őket. Ugyanazt írják. És ha elkezdesz ilyen dolgokat olvasni, akkor rádöbbensz, hogy kik a pszichopaták a társadalomban. Érted? És rádöbbensz arra, hogy a vezetők nagy része az szó szerint pszichopata. Oké? Mert nincsenek olyan érzéseik, érted, hogy valamit vagy valakit sajnáljanak, érted? Nincsenek. Tehát nincsen etikai érzékük, érted? Nem számít az, amit ők tesznek, az úgy jó, érted? És kész. És nincs olyan, hogy de ez biztos, hogy jó, amit csinálni akarok. Na, tehát gondold végig, minél jobban hagyod magadat
arra, hogy minél ilyen elfogadóbb legyél a világ dolgaival szemben, érted? Ami most van, főleg ebben a három évben láttad, de hát ez nem fog csökkenni. Most ha azt gondolod, hogy ez csökkenni fog, akkor nagy tévedésben élsz, mert hát arról szól, hogy gyakorlatilag a pszichopata vezetők azt csináljanak, amit akarnak. És ha megnézed, sorba mind, a Musk-tól kezdve a Facebook elnökig, a Microsoft elnökéig, mindegytől egyik pszichopata. Ez egy egyszerű látni. A Soros mind. Érted? Mind. Egytől egyik. Ha nem, mondom, nem vagy eléggé tisztában a pszichopata kifejezéssel, nézz utána, annyi időm nem volt, hogy összegyűjtsem a pszichopata tulajdonságokat, jó? Meg a szociopata tulajdonságokat, azokat ismerjük, mert ugye azok az antiszociális személyek. Tehát mondom, érdekes ez az egész, tehát minél könnyebben tudnak téged befolyásolni, manipulálni, ez annak a függvénye, hogy minél könnyebben ezt megcsinálják, hogyha minél tudatlanabb vagy. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebb vele azt csinálni, amit akarnak. Oké? Tehát ha az ember azt akarja, hogy lehetőleg ne befolyásolják, oké? Akkor hát egyszerűen kénytelen tanulni, fejlődni. Érted? Tehát egy olyan világba jutottunk, ha megnézed, nagyon érdekes, mert 2000-től van a fordulat, ugye egy új évezred, és 2001. szeptember 11-jel megváltozott a világ. Tehát gyakorlatilag elég hamar. Ugye mire gondoltak az emberek? Azt gondolták, hogy majd az ezred fordulóval még jobb lesz. Mert miért? Hát mit láttál? Azt láttad, hogy a 70-es évektől, a 90-es évek végéig egész jó volt. Nem ezt láttad? Tehát az volt a legjobb világ, érted? Tehát a 70-es évektől, tehát az a 30 év, az úgy mindenütt, itt a szocialista szférában is, a nyugati szférában is, az a 30 év, az ilyen tök nyugis, békés volt. Már a hidegháború sem olyan élénk volt, érted? Tehát ilyen kisebb csetepaték voltak a világban, de így nagyobb összezőrhenések nem voltak, és az emberek joggal gondolhatták azt, hogy még jobb lesz a 21. század. Vagy nem? Miért te nem ezt gondoltad? És ehhez képest beütött a ménkű 2001. szeptember 11-jel, amikor ledőltek a tornyok, csak hogy valaki nem emlékszik meg a dátumra. Oké, Amerikában. És onnantól kezdve elindult az elnyomás. Elindult ez a burkolt diktatúra. Most már nyílt diktatúra van ebben, hogy a kormányok szerte a világban a parlament helyett egyszerűen rendeleteket hozhatnak, érted? És rendeletek alapján kormányozhatnak egy országot. Hát ez nem diktatúra, az semmi. Tehát a diktatúrában volt itt a Rákosi időszakban, meg a sztálini időszakban volt az, hogy rendeletekkel kormányoztak a kormányok, érted? Rendeletekkel. És nem úgy, hogy a parlament elfogadott dolgokat. Szóval érdekes világot élünk, tehát ugye az ember, ha nem látja át, hogy mi folyik a világban, akkor hajlamossá válik arra, hogy féljen. Nem? Hát ott kezdődik, hogy mi a félelmünknek az alapja? Hát a halálfélelem. Tehát ugye a legtöbb ember mitől fél? Természetesen, ha haláltól, ha életedben féltél és egy kicsit, és nem vagy tisztában a halálnak a működésével, akkor szerintem benned van félelem. Ez volt biztos. És hát most gondold végig, itt van például az idő kérdése. Jó? Miért félünk? Mert lejár az időnk. Oké? Tehát az emberek, ha megnézed, ahogy idősödnek, mennek a halál felé, egyre jobban félnek, mert félnek attól, hogy lejár az idejük. Nem?
Tehát félnek attól, hogy meghalnak. Tehát ez egy egyszerűen hihetetlen. Itt olvastam most egy cikket az időről, képzeld el, mai napon, és mindenféle fejtegetést olvastam róla, és akkor jókat mosolyogtam magamba, mert hogy végül azt hozták ki a végére a cikknek, hogy van idő. Hát olyan létezik, hogy idő. Na most erre csak annyit mondanék, hogy az anyag számára létezik az idő. Mert az anyag felett eljár az idő. Érted? És olyan gyorsan telik az idő az anyag felett, amilyen hamar eljár az anyag felett az idő. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valami gyorsan elromlik, gyorsan tönkre megy, vagy gyorsan meghal, elpusztul, akkor neki rövid az ideje. Világos? Ha ez hosszú idő intervallum, akkor neki az idő az relatíve lassabban telik. Tehát hogyha jobban ránézünk, akkor az ő számára lassabban telik. Hát most gondold végig, mit tudom, még valaki meghalt mondjuk 25 éves korában, hát annak elég hamar elszaladt az a 25 év, aki meg meghalt 90 éves korában, annak azért jóval lassabban telt le az élete. És ugyanaz volt a végeredmény, hogy megszületett, és meghalt, nem? Most akközt tök mindegy, hogy mit csinált, akkor is rövidebb ideje volt. Na most gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, itt rettegünk ezen a bolygón, érted? Mindenféle félelmünk van, mindent próbálnak lenyeletni velünk, hogy féljünk, és elsősorban ugye attól félünk, hogy meghalunk, nem? Hát most gondold végig, hát avval kezdték a Covidot, hogy kipusztítja az emberiség nagy részét. Ehhez képest az emberiség ebben az időszakban szaporodott. Nem is kismértékben. Nem? De nem fura? Tehát elkezdték a Covidot márciustól, és azt mondták, hogy ebbe az emberiség nagy része ki fog pusztulni. Ehhez képest eltelt 3 év, és az emberiség, mit tudom, hány százmillióval gyarapodott. Nem gondolsz ilyenre? Tehát nem gondolod azt, hogy akkor hazudtak? Érted? Nem gondolod azt, hogy hazudtak? Hát én nekem rögtön ez a gondolat támadt ebben kapcsolatban, hogy hát akkor becsaptak minket, hazudtak. Hát akkor az emberiségnek nem szabad lett volna szaporodni. Érted? A 3 év alatt itt mit tudom, hány százmillióval szaporodtunk. Érted? Tehát nem fogytunk, szaporodtunk, drága barátaim, szaporodtunk. De ez érdekes, és ezt még senkitől sem hallottam. Na most lényeg az, hogy tehát gondold végig, tehát kiderült, hogy az, hogy mennyien fognak meghalni, ez hazugság volt, nem? Meg hogy az emberiség mit tudom, jó részét ki fogja pusztítani, hát ez úgy volt hazugság, hogy kell. És a többi dolog? Hát most gondold végig, az embereknél elérték azt, hogy miért oltatták be magukat. Ugye sokan azért, mert attól féltek, hogyha nem oltatják be, mivel mondták, hogy meghalnak, hanem kimondták, hogy aki nem oltatja be magát, az meg fog halni. Ezt kimondták, nem egyszer, nem kétszer, ezt rendszeresen mondták. Ezért sokan ezért oltatták be magukat. Majd ugye azért oltatták be magukat, akik még nem oltatták be addigra, mert ugye addigra még nem elégen oltatták be magukat, akkor addigra ugye azt mondták, hogy jó, akkor a munkáltatónál nem lehet dolgozni, hogyha nem oltatod be magad. És akkor ugye a maradék, aki szintén behajtotta az igába a fejét, most idézőjelbe, hát az meg beoltotta akkor magát, amikor a munkahely kötelezte őt, hogy oltassa be. Érted? Eszébe se jutott, hogy váltson, vagy valami más csináljon. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy egy olyan világ volt, ahol ugye most már az is kiderült, hogy mit tudom, éppen olvastam egy cikket, hogy aki a Pfizerrel oltotta be magát, az ne csodálkozzon most a mellékhatásoktól. Érted?
És a legnagyobb reklámot nem a Pfizer kapta véletlenül itt Magyarországon? Hogy azzal oltassák be az emberek magukat? Mert az a legjobb. És már nem tudom hány olyan cikkre volt rálátásom, amiben konkrétan azt írták le, hogy a Pfizernek a mellékhatása kiderült. Érted? Hogy komoly problémákat, egészségügyi problémákat idéz elő, aki beoltotta magát a Pfizerrel. Na mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondoljátok végig, miért oltatták be magukat az emberek? Mert vagy attól féltek, hogy kirúgják, és akkor mi lesz? Ugye most gondold végig, ugye úgy volt leírva a jogszabályban, hogy egy év tehát egy év fizetetlenre kell elküldeni azt, aki nem oltatja be magát. Nem tudom, miért gondolták azt az emberek, hogy majd egy év múlva sem tud majd dolgozni. Érted? Tehát magyarul utolsó pillanatig ki kellett volna húzni, és amit én mondtam, és akkor utána elmenni egy év fizetetlenre. Oké? De ki tudott volna elmenni fizetetlenre? Az, aki előtte hallgatott rám, akinek mondtam mindenkinek előtte, hogy legyen tartalékod. Emlékeztek? 2017-től mondtam, hogy legalább 3 évnyi tartalékod legyen. Érted? 17-től mondtam, hogy mindenkinek figyeljen oda, legyen tartaléka. Most gondold végig azt az egy évet, bárki kihúzhatta volna tartalékokkal. Világos ez? De nem, hanem inkább féltek, és beoltatták magukat olyan anyaggal, amit nem lehet kiszedni. Érted? Ami ott van benned, ha beoltattad magadat. És nem tudod, hogy mit raktak beléd. Mondok olyan példát, hogy képzeld el, beoltatta magát valaki, és azóta soha életben nem volt olyan területen, hogy maláriás legyen. És maláriás tünetei lettek az oltás utántól. Érted? És megállapították, hogy az oltás következményében lett. Érted? És most eddig malária elleni gyógyszert kellett szednie, érted? De soha semmi malária szúnyog nem csípte meg, érted? Tehát ezt én hallottam az oltásoknál, hogy valamelyik, mit tudom én, melyik oltásban van malária vírus, érted? Ilyen legyengített malária vírus. Oké? Na most hát elég érdekes világot élünk, ami annyit jelent, hogy gondold végig, ha te azt gondolod, hogy úgy élheted az életedet, mint mondjuk a múlt században, azt tudjátok, mikortól mondom, hogy nem élheted úgy? 2004-től. Már csak azért sem, mert energetikailag a két évezred az totál ellentétes. Tehát energetikailag teljesen ellentétes az 1000-től induló 2000-ig lévő évezred, és a 2000-től elindult évezred. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy azt teheti, mint a múlt században, akkor óriási tévedésben van, és azt fogja tapasztalni, hogy bukta. Tehát hogy az élete sokkal, de sokkal nehezebb lesz, mint a 20. században volt. Tehát az embernek a tudás hiánya az baromi nagy gondokat tud okozni. Főleg 2000-től. Érted? És nekem már olyan 2002 vagy 2003-ban tanították ezt, hogy nem élheted úgy az életedet, mint az 1900-as években. Érted? Na most, tehát gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol az embernek alkalmazkodnia kellene helyzetekhez. De tudás nélkül hogy alkalmazkodsz? Minél több a tudásod az élet és az ember működéséről, annál jobban tudsz alkalmazkodni. Tehát most gondold végig, mondok példát. Ha ismered a másik nem működését, akkor jobban tudsz alkalmazkodni a másik nemhez,
és jobb lesz a párkapcsolatod. Nem tudom, világos-e? Csak egy dolgot mondtam. Mert ugye miről szól egy párkapcsolat? Nekem mindig azt mondta anyám, hogy a párkapcsolat, mikor megházasodtam, a párkapcsolat az alkalmazkodásról szól. De tudás nélkül hogy lehet alkalmazkodni? Főleg gondold végig, az alkalmazkodás az alapvetően úgy ösztönből a férfiaknak sosem megy, a nőknek 27 éves korig működik. Jó? Tehát a férfiaknak az alkalmazkodás az mindig nehézségbe ütközött. Jó? De a nőknek ösztönből 27 éves korig egész jól működik. De 27 éves kortól, tehát nyilván ahogy megyünk a 27 éves kor felé, egyre kevésbé természetesen, és tökéletesen azt mondja, hogy 18 éves korban működik még, 18 éves korban az alkalmazkodás ösztönből, és 19 éves kortól beindul a nőknél is az ego fejlődése, és 27 éves korra kialakul az ego fejlődése, ami nem engedi az alkalmazkodást. Ezáltal ugye mi történik? Hát ugye a férfiak sose tudtak alkalmazkodni, a nőknek meg megszűnt az alkalmazkodások képességük 27 éves kortól, és azután összeházasodnak, mi fog történni? Állandó egóharc. Világos ez? Csak hogy világos legyen, hogy miért vannak válások, és miért van annyi csetepaté a párkapcsolatokban. Na most gondold végig, hogy ha az ember tudja, hogy hogyan működik a másik, az ellenkező nem, hát akkor nyilván sokkal könnyebben tud alkalmazkodni az ellenkező nemhez. Nem tudom, tudjátok-e, hogy akik egy idő után elkezdtek a saját nemükhöz vonzódni, ugye miért kezdtek el a saját nemükhöz vonzódni? Azért, mert a saját nemének a működését ismeri önmagától, és azt látja, hogy egy saját nembéli egyénnel sokkal jobban ki tud jönni, mint egy ellenkező nemű egyénnel, érted? Sokan ezért lettek ugye ellenkező vagyis azonos nemű pártiak, oké? Ebből az okból. Na most gondold végig, hogyha az ember ismeri a másik nemnek a működését, hát akkor könnyebben, sokkal könnyebben bánik vele, érted? Sokkal könnyebben megérti az ő működését, és azt mondja, hogy akkor most mit harcoljak vele, mikor tudom, hogy az a nemnek ez a tulajdonsága, érted? Annak a nemnek ez a tulajdonsága. És akkor nincs harc, nincs konfliktus. Világos ez? Szóval, mondom, egy érdekes világban élünk, ha valaki azt gondolja, hogy tudás nélkül könnyen lehet ebbe a világba boldogulni, akkor óriási tévedésben van. És akkor beszéljünk egy kicsit magunkról, jó? Tehát beszéljünk arról, hogy egy szervezet akkor tud tartósan fennmaradni, ha egy szervezetnek van egy közös célja. Tehát az igazából nem közösség, amelynek nincs közös célja. Jó? Nem sok olyan közösséget találsz a bolygón, amelynek van közös célja. Megnézed például a Római Katolikus Egyháznak mi a közös célja? Fogalmunk nincs. Megkérdeznénk bárkit, akár egy papot, fogalma nem lenne. Érted? Megkérdezni bármilyen vallást, hogy mi a közös céljuk, nem válaszolnának semmit. Megkérdeznéd a különböző közösséget, az ilyen üzleti közösséget, hogy mi a céljuk, közös céljuk, nem tudnának közös célt mondani. Érted? Tehát egy közösség benne van, közösség, a közösségnek, akkor nevezhetjük közösségnek egy közösséget, ha van közös célja. Mit jelent a közös cél? A közös cél azt jelenti, hogy mindenki a közösség tagjainak az a cél elfogadható, és elfogadható az, hogy a cél irányába haladjanak. Világos ez? Na, ilyet te nem fogsz találni máshol. Előre mondom.
megkérdezed a buddhistákat is, akármit, mit tudom én, a, hogy hívják a Mohamed vallást? Iszlámistákat, érted? Megkérdezed, nincs közös cél. Nincs közös cél. Mi a közös cél? Nézzük. Itt van a közös célunk. Az, hogy oda juttassuk az embereket vissza, ahonnan jöttek. Érted? De az, hogy visszajussanak oda, ahonnan jöttek, ahhoz kell egy átmeneti korszak. Tehát ameddig szociopaták és pszichopaták működnek, addig az emberek nem tudnak töretlenül fejlődni. Oké? Tehát nem lehet. Tehát ahhoz, hogy egy ember töretlenül fejlődjön, el kell szakítania magát a pszichopatáktól meg a szociopatáktól. Oké? Ezért akik töretlenül fejlődtek az életükben, például a múltban, azok például elvonultak egy kolostorba. De manapság az nem divat, hogy elvonuljon az ember kolostorba, hanem egyszerűen meg kell szüntetni azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akik szociopaták vagy pszichopaták. Világos ez? Na most ezt, ha tudás nélkül meg tudod oldani, én onnantól kezdve bandi vagyok. Oké? Ha te ezt meg tudod oldani. Ki van csukva? Tehát az ember és életismeret kapcsán én mondhatom azt, hogy a bolygón az egyik legtöbb tudással rendelkezem. Tehát az élő emberek között. Tehát az élő emberek között az egyik legtöbb tudással rendelkezem. Tehát az ember és az élet működésével kapcsolatban nagyobb tudású embert akarsz találni, hát Magyarországon nem fogsz, az biztos, külföldön pedig keresgethetsz. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy elég jól ismerem az ember és az élet működését. Jó? Tehát nem azt mondom, hogy a világtörténelemben a legjobban ismerem, nem. Most élő emberek között. Világos ez? Ez egyébként nem nagy kaland, mert eléggé el van butulva az emberiség, sajnos. A múlthoz képest. Tehát a múlthoz képest. Tehát mit tudom én, mondjuk 3000 évvel ezelőtt az emberiség sokkal jobban, úgy unblock, az egész emberiség sokkal jobban tudott bánni, vagy sokkal jobban értette az élet és az ember működését, mint ma. Tehát átlagról beszélek. Tehát sokkal, mondhatjuk azt, hogy összehasonlíthatatlanul jobban értették az élet és az ember működését, mint most. Oké? Tehát ezáltal ugye nem olyan nagy nehézségbe ütközik, hogy a tudásban akik ismerik az élet és az ember működését, mit tudom én, bekerülj az elitbe. Érted? Jó, nekem ez azért beletartott azért 37 évben, de az egy dolog. De neked könnyebb lenne. Főleg, hogyha itt tanulnál. Na most, ugye mit mondtam, hogy visszatérni, ahonnan jöttünk? A testünk az nem jött sehonnan, a testünket erre a bolygóra hozták létre. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát a tested nem jött sehonnan. Jó? A testünk egy eléggé mutáns, erről beszéltem nemrég, ugye van benne ilyen majomszerű valami, csak fejlettebb a majomnál, van benne isteni, istenek által működtetett testből gén, ugye az is van benne, van benne ugye azt mondja, hogy hüllőgén, tehát az is van benne, jó? Tehát emlős, hüllő, az isteni, így van, és még valami eszembe jutott kapcsolat, de ez bőven elég, ez egyelőre ez a három, jó? Tehát ezt itt hozták létre, azért ilyen, mert ennek sok oka van, hogy miért kellett ilyennek lenni ennek a testnek, mindegy, nem is ez a lényeg,
hanem az a lényeg, hogy van egy lelked. A legtöbb embernek fogalma nincs a lelkéről, fogalma nincs. Tehát tudják azt, hogy hallották ezt a szavat, szót, hogy lélek, némi nemű, halvány fogalma van sok embernek, de a legtöbbnek még némi nemű halvány fogalma sincs a lélekről, mint dologról. Hát ugye annyit kéne tudni a lélekről, hogy egy energialény. Tehát egy energialény. Ezáltal halhatatlan. Tehát az energia az nem vész el. Jó? Nyilván az energiának szüksége van energiára, tehát azzal tudnak kimúlni, hogyha elfogyna az összes energiája, de én még nem hallottam olyan lényről, amely energialény és elfogyott az összes energiája. Tehát gyakorlatilag ilyen még nem történt a világegyetemben, tehát ezért ezáltal egy elég kicsi rá az esély, hogy valakinek teljesen elfogyjon az energiája. Tehát ugye a lelked az egy energialény, méghozzá értelmes energialény, sőt, szuper értelmes energialény. Oké? Tehát szuper értelmes energialény. Például ilyen tulajdonságokkal rendelkezik a lelked, hogy korlátlan mennyiségű információt tud befogadni. Érted? Tehát korlátlan mennyiségű. Akkor az is biztos, hogy nem fiatal a lelked. Az mit jelent? Hogy több mint 1,5 millió éves. Érted? Na most, akkor az is biztos, hogy ha nem lenne lelked, nem tudnál gondolkodni. Nem lennél értelmes élőlény. Érted? Tehát nem lennél logikával rendelkező élőlény. Oké? Tehát nem tudnál gondolkodni. Tehát az életenergia és a lélek az két különböző dolog. Jó? Ne keverjük össze. Tehát magához az, hogy egy ember értelmes, az annak köszönhető, hogy van benne lélek. Érthető ez? Milyen egyszerű. Na most nézzük tovább. Ez a lélek létrejött, létrehozták, illetve létrehozta valaki, ugye erről már sokat beszéltem itt az első részben is, ugye a teremtő hozta létre, ugye annak is megvan, hogy milyen technikával hozta létre, tehát létrehozta, és onnantól neked a lelked az létezik, és lehet, hogy az a lelked az több milliárd éves, és gondold végig, ameddig nem kerültél erre a bolygóra, addig nem létezett olyan, hogy meghaltál, addig nem volt olyan. Tehát gyakorlatilag odáig, hogy a Földre lejöttél, nem létezett a lelked számára olyan, hogy idő. Tehát most gondold végig, ha te fölveszel egy ruhát, és mikor leveszed a ruhát, akkor nem gondolod azt, hogy te meghaltál. Nem? Szerintem senki nem gondolja azt, amikor fölvesz egy ruhát, és leveszi, hogy ő meghalt. Márpedig a lelked számára a tested az csak egy ruha. Világos ez? Jó, van aki, mit tudom én, pár hónapig hordja, vagy pár napig, van aki meg sok évtizedig hordja, érted? De akkor is gyakorlatilag ez két különböző dolog. Tehát maga a testünk az a külsőség, érted? Olyan, mint mikor a ruhát felveszel, nem látják mondjuk a cicidet. Nem? Mert eltakartad. Na ugyanúgy, fölvetted a ruhádat, a testedet, és nem látják a lelkedet. Hanem mit látnak? Hát a külsőséget, a testedet látják. Érted? Tehát, hogyha mondjuk teljesen betakarod a testedet, és nem látják a bőrödet, akkor is ugye az ember tudja, hogy a mögött, vagy az alatt egy test van, nem? És akkor miért nem tudjuk azt, hogy a testünk alatt meg van egy lélek, érted? Miért nem? Jó, mert nem akarják, hogy tudjad? Aha, nem gondoltál erre? Hogy az nem jó, ha tudod, hogy hogyan működik a lelked.
Nem gondoltál, hogy azért nem tudunk a lélekről? Mert próbálják eltitkolni a lélekkel kapcsolatos információkat? Mert ha te tudnád, hogy a lelked hogyan működik, akkor nem lenne benned félelem. Ugyanis a lelked az létrehozta a teremtő, érted? És nem arra hozta létre, hogy az elpusztuljon. A lelked az elpusztíthatatlan. Tehát fogja, tehát hogyha nem lenne a testedben a lelked, mert tudná, hogy hogy kell abból kiszállni, és ki is engednék a bolygó légteréből, ugye a fentiek, akkor fognád és átmennél így a napon. És semmi baja nem lenne a lelkednek. Tehát a léleknél nem számít az, hogy tömeg, nem számít az, hogy hő, nem számít az, hogy távolság. Olyan sebességgel tud közlekedni a lélek a világegyetemben, amilyen gyorsan ki tudsz gondolni, hogy most ott szeretnél lenni. Érted? És abban a pillanatban ott vagy. Ha az mondjuk 10 milliárd fényévre lenne, milliárd fényévre a világegyetemben, akkor a következő pillanatban a lelked ott lenne. Nem? És ha nyilván engednék, hogy ott legyen. Jó? Tehát ez így működik. Na most gondold végig, akkor ezzel szemben az embereknek ugye van egy információja, hogy van egy teste, mert azt látják, hogy az érzékszerveinkkel azt tudjuk érzékelni, van az az 5 érzékszerv, és akkor azt érzékeljük. Közben annál van egy sokkal fontosabb dolgunk, részünk, inkább úgy mondanám, részünk, ez pedig a lélek, a lelkünk, az, ami halhatatlan. Ami ugye azt is tudjuk, hogy azért nem rendelkezik azzal a tudással, ami az előző életedben volt, vagy amit ugye a Földön eltöltött időd az egy kis időszak ahhoz képest, amit te máshol töltöttél el. Egy nagyon kis időszak. És hol van annak a tudása? Az azt jelenti, hogy elmentették. Tehát az összes tudás, amit te a teremtésed óta találkoztál tudással, azzal mind rendelkezel, csak elmentett állapotba. Tehát így nyilván nem tudod előhívni, mert előhívni nem fogod tudni, de rendelkezel vele. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha kikerülnél ebből a körforgásból, amiben most vagyunk, ezt mókuskeréknek is nevezhetjük, vagy reinkarnációnak, ha jobban tetszik, érted, hogy meghalsz, újra születsz, meghalsz, újra születsz, nyilván van egy létközi állapot természetesen, de hogy ebből kikerüljünk, ez lenne a közös cél, érted? De az is egy közös cél, hogy bekerülhessünk abba az időszakba, ahol korlátlan mértékben tudnánk fejlődni, mint ember, érted? Mint ember. Tehát akkor is meg lehet azt csinálni, hogy a lelked tárolja az információkat, és ne az agyad, érted? Tehát az aranykorban ezt meg fogod tudni csinálni. De semmi gond, nem kell bekerülnöd az aranykorba, de az biztos, hogy aranykornak kell lenni 2035-re, mert a kísérlet lejárt 2012. december végével. Tehát december 21-jel lejárt, érted? Tehát milyen kísérlet? Az a kísérlet, hogy megtanulj feltétel nélküli szeretetben történő együttműködésre. Megtanulj, mint lélek. A tested le van szarva. Bocs. Érted? Mint lélek kell megtanulni. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha képes leszel megtanulni azt, hogy szeretetben együtt tudj működni más lelkekkel, akkor visszakerülhetsz abba a világba, ahonnan jöttél. És az nem a Föld. A Föld az azt a célt szolgálta kezdettől fogva, hogy a lelkek ide jöjjenek fejlődni. Világos ez? Most gondold végig, még akkor is, amikor egy lélek úgy élt meg egy emberi mi voltát, hogy mondjuk élt 1000 évet, mert erre volt példa, például Ádám Éva is eddig élt, csak nem. Érted? Tehát mikor lehetőség volt biztosítva, akkor is az 1000 év, a mondjuk 1,5 milliárd éves lélek élettartamhoz képest, azért gondolkozz már, milyen pici kis időszak.
És akkor azt mondták már akkor, mikor 1000 évet élhetett egy lélek, hogy hát de mi az? Akkor lejövök ide, és 1000 év alatt megélem azt, amit mondjuk fönt megéltem volna mondjuk 1 milliárd év alatt. Érted? Tehát, hogy csak tisztában legyél, valószínűleg, hogy te is ezért vagy itt, hogy rövidebb idő alatt éld meg azt, ami meg kell élni, ráadásul felügyelet alatt élhess meg, érted? Tehát ha a világegyetemben kín vagy mint lélek és nem itt a Földön, akkor ugye szabadon fejlődsz és szabadon rossz irányba is fejlődhetsz. Itt nem tudsz rossz irányba fejlődni, ma addig nem kerülsz ki a bolygóról, ameddig rossz irányba fejlődsz. Világos ez? Addig itt maradsz, illetve hát nem a Földön, mert a Föld már túl közel van, annak ellenére ugye tágul az univerzum, túl közel van a központhoz képest, mert azóta, mióta a Földet létrehozták, kiépült az univerzum. Ami azt jelenti, hogy van kint egy másik Föld az univerzum szélén, ahova inkarnálódhatsz majd, ha nem akarsz a felső létformába visszakerülni. Oké? És ugye miért jöttek ide tömegesen most az emberek az elmúlt 100 évben? Mert tudták, hogy vége az egésznek. Érted? És tudták, hogy nem sokat kell várni arra, hogy a földi lét befejeződjön. Érted? Miért nem szaporodott az emberiség, mit tudom, az elmúlt évezredekben akkora mértéket, mint mondjuk az elmúlt 100 évben? Hát az elmúlt 100 évben több ember jött le, emberi lélek jött le, vagyis hát lélek jött le, mert nem emberi lélekről van szó, hanem lélek jött le, mint előtte 1000 éveken keresztül. Gondold végig. Miért? Mert már pontosan tudták, hogy lejár az idő, ideje ennek a bolygónak. Érted? És tudták azt, hogyha netántán nem fejlődik, akkor sem tud itt maradni tovább. Világos ez? Szóval lényeg az, hogy itt nekünk van egy közös célunk, hogy az embereket arra a szintre felfejlesszük, hogy képesek legyenek szeretetbe, békébe és boldogságba együttműködni. Erre minden lehetőséget biztosítunk, hogy ez meglegyen, nem csak az elméletet, hanem a gyakorlatot is. Ha azt gondolod, hogy neked jó úgy az életed, ahogy van, akkor mi ezt teljesen el tudjuk fogadni, akkor neked nem kell itt tanulnod, semmi gond nincs ezzel. De akik azt gondolják, hogy lehet egy közös célt csinálni, és az az első célunk, hogy ugye a közelebbi cél, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, ami azt jelenti, hogy szabadon fejlődhessenek az emberek, és ne legyenek ebben korlátozva, érted? Mert ugye kik korlátozzák a szabadon fejlődést? A szociopaták meg a pszichopaták. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogy lehetsz tanuló, kérdezz utána annál, aki szervezett, aki ajánlotta, hogy hallgass meg, vagy nézd meg a videót. Jó? Tehát kérdezz utána nála, de az biztos, hogy a legkedvezőbb feltételekkel tudsz itt tanulni, még úgy is, hogy márciustól lesz egy kis áremelésünk, még úgy is messze a legkedvezőbb feltételekkel fogsz itt tanulni. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!